1918. november 12-én az osztrák ideiglenes nemzetgyűlés kikiáltotta az osztrák köztársaságot. A következő 20 év azonban nem alakult túl szerencsésen a szomszédos ország számára. 1938-ban a német hadsereg bevonult Ausztriába, és másnap Hitler beolvasztotta az országot a harmadik birodalomba. 1955. október 26-a a következő fontos dátum Ausztria életében. Ekkor hirdette ki ugyanis a bécsi parlament az örökös semlegességről szóló nyilatkozatot. Az osztrák állam ezzel teljesítette az utolsó szovjet kritériumot is, így visszanyerhette teljes szuverenitását. Ma visszanézünk, hogy milyen jelentősége van ennek, vagy a manapság milyen jelentősége van, akkor azt lehet mondani, hogy lehet látni, hogy azok az állapotok, amikor egy állam elveszíti a függetlenségét, akármilyen körülmények között, akkor azok az állapotok még akkor is, ha abban a pillanatban talán véglegesnek, vagy nagyon hosszú távonak tűnnek, hogyha nem felelnek meg a körülményeknek, a hosszú távú körülmények realitásainak, akkor az nem fenntartható, és előbb-utóbb akkor vissza fog állni az úgymond természetes rend. Az esemény után majdnem pontosan egy éve Magyarország is mérföldkőhöz érkezett. Sokak szerint az 56-os forradalomra nagy hatással volt az osztrák esemény. A két állam kapcsolata azóta is szoros. Tiszteletbeli konzul Barabás úr, osztrák tiszteletbeli konzul, ugye itt székel régóta a városház épületében, hagyományosan ezt mindig megünnepeljük, most pedig egy kerek évforduló van. Én azt remélem, hogy, amit évek óta remélek, hogy ez a magyar-osztrák kapcsolatokban, itt a mi városunkban is érzékelhető lesz, olyan programokat mindig forszírozom, a kulturális, sport, turisztikai kapcsolatok építését, ami közelebb hozza az embereket, a nyíregyháziakat konkrétan, a megyebelieket Ausztriával, és fordítva is, tehát egy kölcsönösség indul el. A Városházán rendezett megemlékezésen a tiszteletbeli konzul kiemelte a partnerkapcsolatok közül az oktatási intézmények és a civil szervezetek közötti együttműködést. Ezeket mind Ausztria, mind Nyíregyháza szeretné még tovább erősíteni.